a gazdaságvédelmi akcióterv első intézkedései között szerepelt, hogy akik ez év augusztus 31-ig záróvizsgát tettek vagy tesznek, nyelvvizsga nélkül is megkaphatják diplomájukat. A rendelkezés a doktori képzések kivételével minden képzési formára, a korábbi főiskolai és egyetemi képzésekre, az alap, mester, osztatlan képzésekre és a felsőoktatási szakképzésekre is vonatkozik, a finanszírozási formától függetlenül. A Nyíregyházi Egyetemen jelenleg is folyamatban van a diplomák kipostázása, július 30-áig pedig az eddigi igénylők több mint 70%-a már készhez kapta oklevelét. 4457 darabot állítottunk már ki. Tehát 4457 darabot, bolonyás és a régi típusú főiskolai képzés keretében is. 3364 darabot pedig már ki is postáztunk. Vagy személyesen, valaki személyesen jött be, tehát személyesen vette át az oklevelét. Tehát 3364 darabot már kipostáztunk. Mi olyan közel 5000 oklevél kiállítására számítunk, folyamatosan dolgozunk rajta. Annyit, hogy az egyetemen a minden évben szokásos kéthetes leállás, bezárás az meg fog történni. Augusztus 10-től kezdődően augusztus 24-ig. Ekkor bonyolítják le ugyanis az intézményben a szokásos nyári karbantartási munkálatokat, valamint az ott dolgozók is ebben a kéthetes időszakban töltik kötelező szabadságukat. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán is rengeteg diplomát állítottak már ki, a paletta pedig színes, hiszen számos képzési területen végző korábbi hallgatóját a lehetőséggel. Több mint 730 hallgatót érint ez a dolog, és gyakorlatilag a végére értünk. Még éppen most tájékozódtam itt a kollégáktól, azt mondták, hogy két hallgató jelentkezett még most utólag, tehát az övék van még függőben. Főleg az egészségtudományi képzésen végzett hallgatóknak adtunk ki oklevelet. Gyakorlatilag ápolók, egészségügyi szervezők voltak a többségben, de természetesen mentőtisztek, szülésznők, szociális munkás végzettséggel rendelkező hallgatók is kaptak oklevelet. A napokban az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese Sanda Tamás azt nyilatkozta, országszerte már több mint 100 000 diplomát állítottak ki, 81 000-et pedig már át is vettek az érintettek. Az ITM emlékeztetett, egyes esetekben, különösen a régebben záróvizsgázottaknál, az oklevél kiállításához adategyeztetésre lehet szükség.